Dominik, ez egy abszolút egylabdás mérkőzés volt, és a társak a legvégén a te kezedbe adták a labdát, te pedig belőtted. Fantasztikus volt az a 12 másodperc. Meséld el kérlek, hogy benned mi átszódott le az időkéréstől a mérkőzés lefújásáig. Hú, ez nehéz kifejezni. Köszönet tényleg a csapattársaimnak, hogy bíztak bennem, de leginkább Lékai Máténak, hiszen ő hívta be a figurát. Tényleg boldog vagyok, ilyen csapattársaim lehetnek, hogy ennyire bíztak bennem ilyen fiatalon. És tényleg ez a szurkolás, ami itt volt, ez tényleg csak itt Magyarországon van. Nekünk vannak a legjobb szurkolóink, tényleg nagyon boldog vagyok, hogy magyar lehetek. Itt a végén megjött az a valós áttörés, ami picit a nehéz rajt után talán kell, és ami hát messzire röpítheti még a csapatot? Persze, egyértelműen tényleg talán egy ilyen meccs kellett nekünk, hogy tényleg visszajöjjünk és megérkezzünk az Európa-bajnokságra, és hogy várjuk a folytatást kedden az Izland ellen. A rajt megint nem volt talán tökéletes, a második fél időben viszont nektek volt többször három gólos előny, de kiegyenlítettek a portugálok. Mit kellett a legvégén még módosítani, húzni? Persze, ez egy ilyen meccs volt tényleg. Mianszok döntöttek, mint látták a nézők, ez az egy gól döntött, tényleg nagyjából ennyi. Köszönöm szépen, gratulálunk!